Hát sziasztok, óriási hír látott napvilágot az olasz sportsajtóban, és nagyon hamar a magyar is átvette például a csakfoci.hu oldal, hogy az Internacionál figyeli Balogh Botondot, a Parma kiváló védőjét, aki az egyetlen szériás játékosunk jelenleg, és a Bernabé nevű spanyol játékossal, aki a Manchester City utánpótlásában is edződött, és egy nagyon kiváló játékosa a Pármának, már sok idény óta játszik itt, együtt vinnék el csomagban, és cserébe a pénz mellett fizetnének pár játékossal, akikkel a Parma is tudna erősödni, hiszen ezek pedig az Internacionale, illetve az Internacionale környékén lévő játékosok. Úgyhogy ez nagyon nagy hír, és azt gondolom, hogy Balogh Botond számára ez egy olyan lehetőség lenne, amit álmodni nem mert, hiszen az Internacionale valóban a világ egyik top klubja. Azt lehet mondani, hogy talán a világ legjobb 20-25 klubjában nagy eséllyel benne van az elmúlt 10-15 év teljesítménye alapján. És azt gondolom, hogy az olasz bajnokságban pedig ugye mindig is az elmúlt évtizedekben meghatározó gárdáról van szó. Úgyhogy csak örülni tudunk ennek, és hát azért egy Willy Orbán és Balogh, ugye mondjuk a Willy Orbán, tudjuk, Lipcsei, az egy Bundesliga egyik legjobb középhátvédje, és Balogh Boti mondjuk a Széria egyik legjobb csapatának középhátvédje, az azért eléggé ott lenne, ahogy szokták mondani, tehát nagyon jó lenne, és már önmagában is hatást gyakorol az ellenfelekre, amikor az összeállítás figyelik, és azt látják, hogy nem az Omonia Nikóziából, vagy mondjuk nem a Bundesliga 2-ből vannak adott esetben hátvédeink, hanem vannak bizony a topligákból is. Ettől függetlenül természetesen ezzel nem azt akartam mondani, hogy Dárdai Marci rossz lenne, nehogy valaki félreértse, mert Dárdai Marci nagyon jól összeillik a Willy Orbánnal, egy nyelvet beszélnek a foci nyelvén kívül is, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez rendben van, de azért alapvetően az ellenfelek pszichéjére igen jelentősen ad, hogy megnézik az összeállításokat, és azt mondják, úristen, itt a Szériától a Bundesligáig, a Premier League-en, Premier League-ből két játékos, tehát ezek azért elég nagy dolgok, úgyhogy azt gondolom, hogy kezdünk rendben lenni ebben a tekintetben is, és én nagyon szurkolok annak, hogy Balogh Boti tényleg kerüljön el. Megkérdeztem olasz barátaimat, hogy akik között van Inter szurkoló, és mindenki azt mondta, hogy ők is hallottak erről, tehát úgy néz ki, hogy ez egy ilyen erős pletyka, ahogy szokták mondani. Most, hogy egy erős pletyka, akkor arra akár még lehet esély is, hogy megtörténik. Na, hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon, hajrá Magyarország, hajrá Balogh Botond, a jó Isten áldjon meg mindenkit.